Képviselője, hogyha sokan ismernének. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit ide a piac keleti bejáratához, a buszállomáshoz szemben. Itt van velünk a Mi Hazánk Mozgalom elnöke Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője is egyben, és lehet vele találkozni, lehet tőle kérdezni, és tudunk együtt gondolkodni, beszélgetni arról, hogy milyen jövő vár ránk. Többek között nagyon nagy kampányt indítottunk azzal kapcsolatban, hogy a furt kutak és az ásott kutak esetében ne sarcolják meg a kutak és az ásott kutak tulajdonosait. Úgy néz ki, hogy a kormány visszakozott is, hála Istennek, ugyanis Torockai László a parlamentben az azonnali kérdések órájában nekiszegezte a kérdést Orbán Viktornak, és ennek köszönhetően maga a kormány is visszakozik, és 50 méternél sekélyebb kutak esetében úgy néz ki, hogy nem lesz szükség arra, hogy bejelentési kötelezettség legyen, illetve bármilyen regisztráció, de ezt a törvényjavaslatot ugyan Pintér Sándor már beadta, de még mi az országgyűlésben nem fogadtuk el, csak akkor hisszük, ha látjuk, úgyhogy ha úgy gondolják, hogy igazunk van abban, hogy a furtkutak tulajdonosait ne sarkolják meg semmilyen adóval, ne is kelljen regisztrálni, akkor várjuk Önöket egy aláírás erejéig, hogy ezzel is erőt tudjunk mutatni, hogy sok magyar honfitársunkkal együtt közösen gondoljuk, hogy ez így legyen, illetve még egyszer hívunk mindenkit arra, hogy találkozhasson a Mi Hazánk Mozgalom elnökével, tudjanak beszélgetni, között fogni. Várunk minden kiskunhalasi lakost, illetve környékbeli lakost, aki itt van most a halasi piacon, itt a piac keleti bejáratánál a buszállomással szemben, itt a húsbolt mellett, úgyhogy várunk mindenkit is nagy-nagy szeretettel. A húsbolttal szemben, ahol a mézes kódé is van, a műanyagos van, úgyhogy várunk sok mindenkit nagy-nagy szeretettel, hiszen hallhatunk pár szót Torockai László elnök úrtól, akinek át is adom a mikrofont. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon boldogan jöttem Kiskunhalasra, hát szinte itthon vagyok, és itt a déli határ közelében azért nagyon sok olyan téma van, amivel kapcsolatban Szabad István barátommal már nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, és a 2014 óta pedig másokban a polgármestereként a legális migrációval szembeni harc is összekötötte ezt a régiót. De most ugyanígy miatt járom az országot, tegnap Szeged, reggel pedig a kiskunhalasi piac volt sorban, ami nagyon-nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy a vidéki Magyarország és a kiskunhalasiak, a környékbeliek mindannyian ezt azonnal megértettük, hogy miért veszélyes, de talán el kell mondanunk másoknak is, és arra kérem önöket, hogy mondjátok el másoknak is, hogy az a terv, ami részben brüsszeli, európai uniós terv, részben pedig kormányzati magyarországi terv, hogy a furt kutak, ásott kutak regisztrációját ez év végéig, 2023. december utolsó napjáig hajtsák végre, az egy nagyon veszélyes terv. És hogy miért nagyon veszélyes terv, arról szeretnék csak pár szót mondani, de előtte, még mielőtt valaki legyintene és azt mondaná, hogy a furt kutak ugye az már megoldódott, hiszen a héten bejelentette a kormány a saját sajtójában, hogy furt amnestiát hirdet, és bead most egy olyan törvényjavaslatot, amelyet talán a jövő heti parlamenti ülésnapon már tárgyalhatunk is, majd meglátjuk, de egyelőre ez nem elfogadott törvény. Magyar közlönyben nincs kihirdetve semmi ezzel kapcsolatban, tehát jelenleg még mindig az eredeti elképzelési szabályozás él, ami azt jelenti, hogy 2023 év végéig tart az a moratórium, ami még lehetőséget ad arra, hogy az eddig létesített furtkutak vagy ásott kutak engedélyeztetésétől eltekintsenek. Ez azért rendkívül veszélyes terv, ez egy jóval korábbi terv, már 10-15 évvel ezelőtt a Világgazdasági Fórum Davoszi világcsúcs találkozóján, hogy a világ legnagyobb globális vállalatainak a szervezete, a Világgazdasági Fórum, már téma volt, hogy meg kell változtatni a víz státuszát, ezt ők fogalmazták meg így, hogy a víz státuszát meg kell változtatni, és meg kell szüntetni azt, hogy Európában nagyon sokan azt gondolják, például Magyarországon is, hogy a vízhez való jog az emberi jog, az alkotmányos jog, és ezt meg kell változtatni, és ők arra hivatkoztak, hogy azért,
mert a világ bizonyos részein túl népesen is van, például Afrikában vagy Dél-Ázsiában, ahol nincs elég víz. Szülőképes korú nőkre 8-9-10 gyermek jut, és közben sivatagi környezetben élnek. Tehát az olyan országoknak, az olyan vidékeknek, itt ahol Magyarország található, a Kárpát-Ferencében, amely különösen gazdag, vízfelszíni, vagy földfelszíni, tehát felszíni, illetve mélyben lévő vizek tekintetében is rendkívül gazdag, azon területeknek meg kell osztani a vízkincsét a világ más részeivel. Ez a hivatalos ideológia, de valójában nem erről van szó, nem csak szolidaritásról van szó, bár mi ezt az elvet is elvetjük. Mi azt gondoljuk, hogy az őseink nem azért szerezték ezt a hazát, hogy innen elvigyék a vízünket máshol. Ez a víz az a miénk. Az 1885-ös törvény, amely először rendelkezett ezzel kapcsolatban, az azt mondta, hogy alkotmányos jog minden magyar számára a föld felszínén és a föld mélyében lévő vízkészlet, vízkincs. Ezt mondta ki 1885-ben a törvény. Azóta módosították a törvényt a 60-as években és a 90-es években is, de soha nem nyúltak hozzá ehhez az alkotmányos kérdéshez. És semmi nem indokolja, hogy ma 2023-ban még az úgynevezett klímaváltozás sem indokolhatja, mert a 70-es években háromszor akkora területet öntöztek Magyarországon, sajnos, teszem hozzá, mint jelenleg. Ráadásul egy rohamosan fogyatkozó népességgel Magyarországon, már csak hivatalosan is 9,6 millióan vagyunk, és ebből vonjuk le azért azt a akár közel 1 millió magyart, aki tartósan vagy ideiglenesen, de külföldön tartózkodik, ott dolgozik, mert sajnos kénytelen volt elhagyni a hazáját az alacsony bérek és fizetések miatt. Tehát nem indokolja semmi, hogy éppen most változtassuk meg ezt az alkotmányos jogot. De a Világgazdasági Fórum megmondó emberei, azok úgy szoktak előbb-utóbb a gondolataiktól eljutni a törvénykezésig, hogy az Európai Bizottság vezetői, például Ursula von der Leyen, minden davoszi csúcstalálkozón ott van, és azonnal az Európai Bizottság az ott elhangzó elképzeléseket törvénykezés formájában szeretné az Európai Uniós tagállamokra rákényszeríteni. És amikor a kormány azt válaszolta, Orbán Viktor azt válaszolta nekem a parlamentben, hogy hát ez egy uniós nyomás. Az Európai Uniós forrásokat nem fogjuk megkapni, hogyha a furt kutak, az ásott kutak regisztrációja nem történik meg, akkor részben ebben van igazság, hiszen valóban van ilyen uniós nyomás, de csak részben mond igazat a kormány, és mindjárt elmondom, hogy mi az, amiben nem mond igazat a kormány, illetve mi az, amiben kifejezetten hátsó szándékai vannak a furt kutak regisztrációja vagy nyilvántartásával kapcsolatban. Ugyanis amikor az Európai Bizottság elkezdte rákényszeríteni a különböző uniós államokra, akkor látjuk azt, hogy mi volt az eljárásrend. A legjobb példa Belgium. Belgium azért jó példa, mert tökéletesen hasonló volt a korábbi szabályozás, illetve az a kommunikáció, amit a belga kormány mondott, az ugyanaz volt, mint amit a magyar kormány mondott, amivel meg akarta indokolni, hogy miért fog eljönni a kertjeinkbe, miért akarja megnézni, hogy van-e valakinek a kertjében kút, esetleg aki gazdálkodik, annak hány kútja van a föld területén. Belgiumban szintén azt ígérték, hogy ez ingyenes lesz, és soha nem fognak adót és járulékot utána a kút tulajdonosaira kivenni. Ma már tudjuk, hogy ez nem volt igaz, hiszen Belgiumban már 4 vagy 5 féle járulékot és adót vetettek ki a kutak tulajdonosaira. Ugye elég életszerű, ha azt mondom, hogy miután Magyarországon megtörtént volna, vagy megtörténne, hiszen azért harcolunk, és úgy néz ki, hogy sikerült a kormányt meghátrálásra bírnunk ebben a kút regisztrációs témában legalábbis, elég életszerűnek találják-e azt, hogy mondjuk, ha ez a regisztráció megtörténik, akkor 1 vagy 2 év múlva a kormány bejelenti, hogy vészhelyzet van. Háború van a szomszédban, meg visszajött megint valami vírus, akármire hivatkozva, bejelenti a kormány, hogy emiatt újabb szolidaritási adót vett ki, nem a globális nagyvállalatokra, amit mi ugye rögtön az elején kértünk, amikor ez a Covid történet lezárások megindultak, nem a globális nagyvállalatokra, majd a furt kutak, meg ásott kutak tulajdonosaira. A jó Isten vigyázzon arra, akinek esetleg a nagyapja még egy ásatott egy kutat a kiskertjében. Mert egy újabb lehetőség egy megadóztatásra. Sajnos Belgiumban ez bekövetkezett. Még egyszer mondom, megígérte a kormány, hogy nem lesz ilyen adó, aztán kivetették, ma már vízórát kell szerelni a furtkutakra is Belgiumban. Ez egy óriási veszély,
És sajnos az a rossz hírem, hogy mivel meglehetősen kicsi a frakciónk, ugye csak 6 képviselővel rendelkezünk, de jóval nagyobb a feladat, meg több a teendő. De ennek köszönhető az, hogy talán frakcióvezetőként az egyetlen voltam, aki a költségvetési vitában a vezérszónoklatot tartotta. Ugye minden pártnak nagyobb frakciója van, és van arra szakember a frakcióban, aki ezzel kapcsolatban vezérszónoklatot tart nekünk, viszont kicsi a frakciónk, úgyhogy Szabad István is mindennel foglalkozik, a horgászok érdekképviseletétől kezdve, a kucakig mindennel, a közle egészségügyig mindennel, mert mi mindennel akarunk foglalkozni, és hát ezért nekem a 1200 oldalas költségvetést át kellett olvasnom, és sajnos két hírem van, két rossz hírem van. Mert ebből az egyik az talán nem rossz hír. Az egyik az, hogy üres az államkassa. Mellesleg teszem hozzá Navracsis Tibor, akinek a feladata, hogy hozza az uniós forrásokat, éppen előttem ül, és látom gondterhelt arcát mindig, nyoma sincs az uniós forrásoknak. Függetlenül a kutaktól, meg bármitől nagyon nagy a baj. És sajnos Orbán Viktornak egyetlen egy elképzelése van arra, hogyha tényleg nem jönnek az uniós pénzek, a kínai gigahitel. Ha valakit érdekel, akkor nézze meg, hogy Montenegró hogyan ment csődbe a kínai infrastruktúrális hitelek miatt, vagy az afrikai államok milyen helyzetbe kerültek a kínai hitelek miatt, az se lesz nekünk nagyon jó, maradjunk annyiban. De az a helyzet, hogy nem csak, hogy üres az államkassa, hanem, és ez a jobb hír, hogy rengeteg, még több ezer milliárd forint van, ami jobb célra átcsoportosítható lenne ebben a költségvetésben. Tehát azért nem reménytelen a helyzetünk, csak teljesen át kéne alakítani a költségvetést. Viszont, hogyha ennyire baj van, és ennyire üres az államkassa, akkor igenis életszerű az, hogy egy regisztráció után erre hivatkozva kivetnek járulékot, vízkivételi járulékot vagy adót. Ezért is kell megakadályozni ezt az őrült elképzelést. Ez a második ok volt, hogy az első, hogy semmi nem indokolja, hogy a víz státuszát, ami 1885-ben rögzített alkotmányos jogunk, azt Magyarországon megváltoztassuk. Hiszen rengeteg vízünk van, nem az a probléma, hogy nincs vízünk, tudjuk, hogy a talajvízszint lejjebb ment, ezt főleg mi itt a homokátságon, a szomszédban pontosan tudjuk. Nem ez a probléma, hanem az, hogy 221 éves mulasztásban van a magyar állam és a mindenkori kormányok a teljes országra kiterjedő átfogó vízgazdálkodási program megvalósításával. 221 évvel ezelőtt megszületett a Duna-Tisza közi csatorna rendszer terve, és ezt 221 éve nem hajtották végre. A magyar állam, a mindenkori magyar állam okozza azt, hogy miközben rengeteg vízünk van, nem mindig jut el oda, ahova kell. 95%-ban ugyan például a felszíni vizeink esetében a folyóink nem Magyarországon erednek. Zárójelben teszem hozzá, ez egy trianon miatt van, de ezt a zárójelet zárjuk be, mert jelenleg ez a helyzet. De ez nem érdekli a szlovákokat, akik Pozsony mellett tengerré változtatták a Dunát, és nem érdekli a szerveket sem, ahova tovább engedjük a Dunát, vagy akár a Tiszát, mert ők meg az energia szükségleteik jelentős részét a folyóikból tudják előállítani Szerbiában. Ez a globalista média szerint csak minket, magyarokat kell, hogy érdekeljen, hogy átfolyik rajtunk a víz. Hát miért nem fogjuk meg? Miért van az, hogy több víz megy ki ebből az országból, most csak a felszínvizeinkről beszélek, mint ami befolyik? Azért, mert senki nem folytat a Mi Hazánk mozgalmon kívül szakmai vitát arról, mi konzultálunk szakemberekkel, nem a kormány, hogy hogyan lehetne a vizet itt tartani. Hogyha például aszályos évek vannak, akkor ne legyen problémánk. Ugye erre két terv van jelenleg szakemberek szerint. Mi ezt a vitát folytatjuk most le, hogy melyik a jobb megoldás. Az egyik az, hogy víztározókat kell építeni. A másik pedig az, ugye, hogy a csatornarendszer erre építve megépítsük, itt a Duna-Tisza közén. A másik gondolat pedig, hogy eleve a folyó szabályozás az nem volt annak idején túl jó ötlet, mert ugye gyorsan átfolyik rajtunk a víz, tehát ez sokkal lehet annak, például a Tisza esetében, hogy a talajvízszint mondjuk csökken. Tehát magyarul a másik szakmai elképzelés az az, hogy vissza kell alakítani a folyókat olyanná, amilyenek valamikor egykoron voltak. Szerintem egyébként ez viszonylag nehezen kivitelezhető, hiszen ott már vannak különböző felépítmények, meg egyebek. De a lényeg az, hogy ezt a szakmai vitát is csak mi tartjuk jelenleg, mi találkozunk, és én magam is találkozom szakemberekkel, én nem vagyok szakember, hogy mondják el, hogy mi a legjobb megoldás. Nem látunk ilyen kormányzati átfogó programot, és ami ennél sokkal nagyobb baj, hogy a költségvetésben nyoma sincs, hogy erre egy forintot akarnak a kormány szánni. Márpedig megvannak számlálva a napjaink, nekünk magyaroknak, meg az ilyen piacoknak, meg óriási érték, hogy vannak még piacaink, hogy vannak még gazdáink, termelőink, a legnagyobb érték.
és nem csak azért, mert gazdasági szempontból ez rendkívül fontos, hanem például az egészségünk szempontjából is rendkívül fontos, mert ha bemegyünk a Tesco-ba, francia barátaim voltak itt két hete, döbbenten nézték, hogy Magyarországon a hipermarketekben a zöldség, gyümölcs, ami ki van rakva, amivel megpróbálják tönkretenni a magyar gazdát vagy termelőt, hogy árban hogy tudnak alámenni, úgy, hogy az a spanyol cég, amely például elárasztja egyes hipermarketeink polcait itt Magyarországon, annak a spanyol cégnek az áruját, a termékeit a franciák meg nem vennék Franciaországban, mert tudják, hogy milyen mérgező vegyszereket használnak, mellesleg latin-amerikai rabszolgamunkát, meg afrikai rabszolgamunkát használnak mellette, azért tudnak többek között árban alámenni akár még a magyar gazda árujának is. Csak közben csodálkozunk, hogy miért, hogy ennyire a magyar, miért van ennyi daganatos megbetegedés Magyarországon, miért ilyen az egészségi állapotunk. Például emiatt is, és ez a gazdasági szerkezetünkből, ebből a borzalmas gazdaságpolitikából, amit 32 éve a baloldali és a fideszes kormányok végrehajtottak, ezért is ennyi például a daganatos megbetegedések száma. Nincs is elképzelés jelenleg arra, olyan, mintha nem is lenne ilyen politikai szándék, hogy a vízgazdálkodás kérdését megoldják, már pedig anélkül nincs jövője a magyar mezőgazdaságnak. Ezt ki kell mondani. Ezt végre kellett volna 721 éve hajtani. Ezt nem tudjuk megúszni. És a kormánynak ezzel kellene foglalkozni, nem azzal, hogy elmegy a magyaroknak a kiskertjébe megnézni, hogy van-e valakinek kútja, van-e egy furt kútja esetleg a kertjében. És az sem igaz, amikor azt mondta a kormány, hogy ez ingyenes, hiszen már önmagának a bejelentés, az engedélyezési eljárása sem ingyenes. Hát ki kell fizetni a szakembert. Ha valaki esetleg még háztartási vízként használja, mert a magyar állam nem csak a vízgazdálkodási programmal adós, hanem azzal is, hogy nagyon sok olyan háztartás van Magyarországon, többek között egyébként az én tanyám is, ahol az állam nem oldja meg a vízellátást. Ezért mit csinált a magyarra? Megoldotta magának. Fúrt kutat, vagy a nagyapja ásott kutat, és onnan megoldja a saját háztartási vízellátását. Mi köze van a kormánynak, az államnak és az Európai Uniónak a mi kutyainkhoz? Mi fizettünk érte? Nyilván nem én fúrtam személyesen, hanem egy szakember fúrtam. Mi köze van Brüsszelnek vagy Budapestnek ehhez? Oldja meg, hogy mindenhol legyen ellátott vezetékes víz. De nem voltak ilyen tervek, nem volt ilyen elképzelés. Ezzel is adós a kormány. És hogyha valaki, ne adj Isten, még így oldja meg jobb hiány a háztartási vízellátását, annak már nem csak a szakembert kell kifizetni, annak akkreditált laborban kellett volna ugye az elképzelés szerint bevizsgáltatni a vizét. Ha nem felel meg, már pedig 98%-ban Magyarországon nem fog megfelelni. Azért tudom, mert itt polgármesterként Ásotthalmon egy uniós pályázatból meg tudtuk vizsgáltatni több mint 100 furt kút vízminőségét. 98%-a nem felelt meg az Európai Uniós előírásnak. Ez az alföldi vízhelyzet, meg ez az uniós előírás. Tehát 98%-a azoknak az embereknek, akinek furt kútja van, kifizeti a labort, a labor megállapítja, hogy nem felel meg a vízminőség, akkor ugye mi lett volna a következő lépés? Olyan házi víztisztító rendszer kell a saját költségén a magyarnak építeni, ami 500 ezer forintnál kezdődik, de inkább milliós kiadás, ha az uniós vízminőséget akarjuk majd elérni. És nem csak vastalanítani kell a vizet, hanem minden más kell belőle venni. És ezután jön a talajterhelési díj, vagy építsen olyan zárt tartályt, ami újabb, minimum milliós kiadás. Körülbelül 2 millió forintnál vagyunk. Akkor oda jött hozzám, nem is olyan messze gazdálkodó gazda, azt mondta nekem, hogy ő generációk óta gazdálkodik. Tanyán él, nem messze, Kiskunhalastól, meg Ásotthalomtól, és azt mondta, hogy neki az ő földterületén 20 millió forintra jött volna ki, a mostani elképzelés szerint, ha ezt a kút engedélyeztetést végigcsinálja. 20 millió forint. Mert ő gazda. Hát, tanyán élő emberekként nekünk van mondjuk 1-2-3 kutunk, egy gazdának van sokkal több kutya. 20 millió forintja. Azt mondta, hogy le is húzta volna a rolót. Ez lett volna a vége. Ez egy utolsó döfés, kegyelem döfés lett volna a magyar mezőgazdaságnak és a mezőgazdaságban élőknek. És akkor ugye két út kínálkozik az emberek előtt, és ez nagyon fontos, hogy ezt mondják el, mondjátok el azoknak, akik esetleg lakótelepen laknak, Budapesten élnek,
természetesen érthető, hogy egy lakótelepi lakásban viszonylag nehéz kurkutat kúrni. Neki lehet, hogy nincs kutya, de ne gondolja, hogy őt ez nem érintette volna. Természetesen ezek a költségek, ezek valahogy jelentkeztek volna, vagy a mezőgazdaság megszűnésével, és akkor még több mérgező vegyi hulladék feletettek minket, vagy a másik lehetőség, az pedig, hogy valahogy érvényesítik a gazdák. Hát tegnap a Kiskunmal is egy piacon beszélgettem, picivel több időm volt, mint ma, végig beszélgettem ott a termelőkkel, és elmondták, hogy természetesen az árakba meg kellett volna építeni ezt is, mint ahogy az áfát meg minden egyebet beépítenek az árakba, és azért van ekkora élelmiszerinfláció. Nem tudom, hogy azt úgy tudják-e, vagy látták-e, hogy az egész európai térségben, és most nem az Európai Unióról beszélek, Törökország után Magyarországon volt az elmúlt fél évben a legmagasabb infláció. Magasabb infláció volt az elmúlt fél évben Magyarországon, és ugye a legmegdöbbentőbb, hogy ebből az élelmiszer infláció volt a legmagasabb, miközben 1000 éve agrárország vagyunk. Hogy létezik az, hogy az egész európai térségben, nem az Unióban, még egyszer mondom, szóval Törökországot is ide veszem. Tehát csak ha nem venném ide Törökországot, akkor mi lennénk az elsők sajnos, az inflációs látát tekintve, hogy egy ilyen országban az élelmiszer infláció húzta föl az inflációt többek között, és az inflációs rátánk az elmúlt fél évben megelőzte Ukrajnáét, ahol háború van. Azért ez mutatja, hogy mennyire elhibázott az a gazdaságpolitika, amit itt 32 éve ráerőltettek erre a népre, erre az országra, nem? És most ennek akartak még egy ilyen utolsó rugást adni ezzel a kultőrülettel. És a jó hírem az az, hogy meghátrált a kormány a Mi Hazánk mozgalomnak köszönhetően, de valójában nem a Mi Hazánk mozgalomnak köszönhető ez, hanem annak, hogy mi egyedüliként, az egyetlen parlamenti pártként beleálltunk ebbe a témába, ebbe az ügybe. Elmondtam Orbán Viktornak a parlamentben, talán valaki itt említette, hogy látta is ezt a videót a YouTube csatornámon, ahol Orbán Viktor azt válaszolta, hogy számíthatok rá ebben az ügyben, radikálisabb ellenzője lesz ennek a elképzelésnek bárkinél a parlamentben. Én ezt megköszöntem Orbán Viktornak, csak ugye akkor valamit nem értek. Tehát ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor segít nekem megállítani Orbán Viktor. Hiszen a kormány javaslata ellen küzdünk. És örülünk annak, hogy a kormány most bejelentette a héten a kútamnesztiát, csak még nem jelent meg a magyar közlönyben. Még nem láttuk a törvény javaslatot a parlamentben. Látni akarjuk a parlamentben. Látni akarjuk a mellékletét. És nagyon fontos, hogy ezt mondják el, és mondjátok el mindenkinek, mert sokan most odajöttek tegnap Szegeden és Kiskunmalsán a piacon, hogy hát ő már nem írja alá ezt az ívet, mert hát már megoldódott ez a probléma. De hogy oldódott meg? Pont Orbán Viktor volt, aki azt mondta, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok. Emlékeznek rá? Tehát egyelőre most azt mondta, hogy számíthatunk rá, és hogy kútamnesztia lesz. A furt kutak, ásott kutak tulajdonosait nem fogják újabb adókkal majd sújtani. Lássuk a törvényt. Nincs még meg a törvény. Az egyetlen dolga, miért a kormány meghátrált, nem az, hogy én olyan nagyon szépen szólaltam föl ez ellen az őrült elképzelés ellen a parlamentben, hanem azért, mert kimentünk az utcákra, és ezúton is hagyd köszönjem meg a kiskunhalasi mi hazánkosoknak is, hogy itt vagytok az utcákon. Nagyon köszönöm ezt nektek, mert kizárólag nektek köszönhető, nem az én szép parlamenti felszólalásaimnak, hanem nektek köszönhető, hogy a kormány meghátrált, mert felismerte a Fidesz azt, hogy akárki, aki elment a standunk mellett az elmúlt hónapokban, bárhol az országban, ugye mi Budapesten még nem nagyon álltunk ezzel a témával, de a vidéken mindenhol az országban kiálltunk. Mindenki aláírta, aki oda, aki elsétált mellettünk, és elmondtuk, hogy mi ellen küzdünk. Mert a vidéki magyaroknak, Magyarországnak nem kell elmagyarázni, hogy miért életveszélyes az elképzelés. Pontosan tudják, hogy vagy azért, mert van egy ilyen furt kút a kertben, vagy azért, mert tisztában van azzal, hogy az élelmiszer az nem a hipermarket, nem a Tesco-nak a polcain terem. És pontosan tudja, hogy ennek milyen következményei lesznek Magyarországra, az élelmiszerárakra és az ilyen piacokra például. Nem véletlenül vagyunk a piacok mellett. Ezért a vidéki Magyarország azonnal az ügy mellé állt, és aláírta a Mi Hazánk mozgalom íveit. És miért életveszélyes ez a Fideszre nézve? Mert a vidéki magyar szavazók nélkül a Fidesz soha nem tudna választást nyerni. Budapesttel
nem tudom, hogy egyáltalán a parlamentbe bejutna, jó? Talán oda bejutna. Ha elveszíti a vidéki Magyarországot a Fidesz, akkor vége a Fidesznek. És ettől ijedt meg annyira, hogy septébe most bejelentette, hogy nyugodjon meg mindenki, kútamnesztia lesz. És tényleg nagyon sokan most már azt is mondták, hogy át, most már nem írják alá, nem érdekli már őket, sőt, tegnap megkérdezték tőlem a kiskumalsai piac mellett, hogy egyáltalán miért vagyunk még itt az utcán. Hát ez megoldódott, dehogy oldódott meg. Még egyszer mondom, majd ha a magyar közlönyben megjelent, majd ha látjuk, hogy mit jelent az például, amit én átolvastam a héten, hogy milyen törvénytervezetet akarnak benyújtani kútamnesztia címén. Ebben például van egy olyan mondat, hogy kivételt képeznek a vízkészletek szempontjából különösen védendő területek. Na mi az? Lehet, hogy az egész Duna-Tisza közel. Mert hogy 221 éves mulasztásban van a magyar állam, mert nem építette meg a Duna-Tisza közi kiépített csatornarendszer. És azt mondják, hogy emiatt ez kimarad. Van egy olyan érzésem, hogy Ásotthalom az biztos, hogy ki fog maradni. És lehet, hogy nem csak azért, mert mindig Ásotthalomra indítottuk el ezt a folyamatot, amivel megakadályoztuk ezt az elképzelést, kevesen tudják, de már 2017-ben megpróbálták ezt a útengedélyeztetést végigvinni Magyarországon, és akkor még nem is volt Mi Hazánk mozgalom. Ásotthalom önkormányzataként kezdtünk ez ellen tiltakozni, és akkor mellénk állt az ülési polgármester, homokhátsági, mórahalmi térség polgármesterei, fideszes polgármesterek is, és ez az ellenállás érte akkor azt, hogy 2023 év végéig kitolták a moratóriumot, ami ugye most járt volna le. Tehát már kétszer is Ásotthalomról akadályoztuk meg ezt a rendkívül veszélyes elképzelést. Tehát látni akarom, hogy mit jelent az, hogy vannak vidékek, akikre nem vonatkozik majd ez a kútamnesztia. Lehet, hogy Kiskunhalas benne lesz, mert azt mondják, hogy Duna-Tisza közel. Először várjuk ki a végét. De egy dolgot mindenkinek tudnia kell, még egyszer elmondom, újra hangsúlyozom, hogy bármilyen szép szónoklatokat tartatok a parlamentben, Orbán Viktor nem azért mondta, hogy számíthatok rá a kútamnesztia ügyével kapcsolatban, mert olyan meggyőzően érveltem, azért ennyire nem vagyok már naív, azért nem ma kezdtem a politikát. Egyetlen egy dolog miatt hátráltak meg, emiatt ettől megijedtek, hogy kint vagyunk az utcákon, ott vagyunk a piacok mellett. Mert ha a vidéki Magyarország a Fidesz helyett a Mi Hazánkhoz jön, akkor a következő választás nem ők, hanem mi nyerjük meg. Adja is. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez az ügy, és ezért kell megállítani ezt az elképzelést. A jó hír, még egyszer mondom, az, hogy úgy tűnik, hogy sikerült a kormányt meghátrálásra bírni, de várjuk ki a végét. Várjuk ki a végét, tehát folytatjuk az aláírásgyűjtést. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor itt vagyok, bárkinek kérdése van, akár mikrofonban, akár mikrofonon kívül, akkor állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Torockai Lászlónak, a Mi Hazánk mozgalom elnökének, frakció vezetőjének, hogy eljött. Kiskunhalasa itt van velünk, és még ahogy elnök úr mondta, itt lesz még egy pici időt velünk, úgyhogy aki gondolja, akkor kérdezzen tőle személyesen, találkozhat vele személyesen. Várunk szeretettel mindenkit ide a piac keleti bejáratához, a húsbolt mellett, a buszállomással szembe, ahol a mézes házikó áll. Várunk mindenkit nagy szeretettel.